kutyust mutatunk be ma a gazdikereső rovatunkban, mint főszereplőt, a Bobek. Igen. Aki amúgy is nagyon különleges, mert hogy egy tacsbull. Igen. Vagy ez csak egy ilyen homemade elnevezés? Tacsbull, egy új fajta, igen. Tacskó bullterrier keveréknek gondolják. Hát a fejformája alapján, igen. Igen. Mind a két fajtából örökölt a tipikus jegyeket? Szerintem igen. De a bull típus az abban nyilvánul meg, hogy ugye nagyon erőteljes, eléggé húz is, illetve hát, hogyha a fejére ránézünk, az határozottan erre utal. Mit de nagyon kedves kutya, csak nagyon zizegős. Ő 3 éves, őt sérülten fogták be Budapesten, tibia törése volt, ezt megműtettük, most implantátum van a lábában, ezt augusztus végén eltávolítják, és akkor átesik egy ivartalanításon is, és onnantól az ő örökbefogadása lehetséges. Kinek ajánlanád? Főleg nagyon aktív embernek, aki rengeteget tud vele foglalkozni, nevelni, mozgatni, ilyesmi, és én egyedüli kutyának ajánlom, vagy ha mindenképpen párja is lesz, akkor a szuka legyen inkább. Tehát akkor a fiúkkal azért van egy kis morcoskodás. Igen, hát válogat közülük. Az enyém közül 2-vel kijön, van, akivel annyira nem, de nyilván velük nem találkozik. Mi a helyzet a macska? Kerülhető. Nem javaslom cica mellé. Tehát akkor maximum szuka kutyus. Mi a helyzet a családdal? Jó fej, emberbarát, gyerekbarát, csak nagyon-nagyon hemzsegős, erős, folyton mozgó kutyáról van szó, esetleg nehezebben mozgó embert, vagy totyogó kisgyereket könnyen felboríthat, erre jó figyelni, de gond vele nincs semmi, szoba tiszta, nem rongál. Inkább lakásba, vagy inkább kertbe képzeled el az ő ideális otthonát? Hát rövid szőre van, úgyhogy kerti tartásra tartósan nem. Nem ajánlanám. Semmiképpen. Télen meg főleg nem. Vegyesen, de lakásban talán neki jobb. És van egy ilyen nagyon kedves szokása, hogy egy picit csipkelődik, ha így azt szeretné, hogy így még simogassuk, nem fáj semmi extra, csak neki ez ilyen különleges szokása. Ő ezzel jelzi. Igen, vagy... igen.